A mai nap folyamán a Biocentrum Kft.-nek a telephelyén vagyunk, egyik telephelyén, pontosabban Vadalmásnak hívják ezt a farmot. Több mint 500 hektáron gazdálkodunk biotermelésben. Ezt a biotermelést már 1990-ben kezdtük el, azóta folytatjuk. Az aratás előtt nagyon fontos folyamat, hogy kitisztítsuk a raktárhelyiségeket, fertőtlenítsük pontosabban. Nem könnyű folyamat, teljesen más módszerek vannak, mint a klasszikus növénytermesztés esetében. Az első az, hogy tisztán tartsuk, kisöpörjük, de most már rájöttünk arra, hogy vannak ilyen különféle ilyen fúvó berendezések, ilyen könnyen hordozható kisgépek, amivel nagyon gyorsan ki tudjuk tisztítani, mindenféle port el tudunk távolítani. Utána a falakat fontos, hogy tisztán tartsuk, lemeszeljük a falakat. Egyszerű fehér mésszel lekezeljük, és ezzel fertőtleníteni tudjuk. Vannak a falaknál olyan részek, ahol a hajlatok vannak, vagy ahol találkozik a talajjal, vagy a plafonnal a falrész, azokat a részeket pedig propán-bután gázzal kiégetjük. Először azt gondoltam, hogy egy-két alkalommal, hogyha ki van égetve, azok a bizonyos repedések, nyílások, az teljes mértékben elegendő, de nem elegendő. Ezt meg kell ismételni legalább 5-6 alkalommal, de előfordul 10 alkalommal is. Úgyhogy egyszer megmelegítem, végigmegyek, végigégetem ezzel a lángszóróval, és akkor várok, mert akkor megmelegszik a talaj, gyakorlatilag az a rész, előjönnek a rovarok, honnét a bogarak, raktárkártevők. Ezt addig ismétlem, még egyszerűen már nem fognak jönni. Úgyhogy ezt soha nem lehet megmondani, hogy 3 alkalommal vagy 10 alkalommal kell megoldani, de nagyon fontos, mert így el tudjuk távolítani a raktárkártevőket. A meszes megoldás, a fertőtlenítési módszerek közül még olyan megoldásunk van, hogy narancsolaj engedélyezve, a PREV B2 engedélyezve van a biotermelésben, ez a apró rovarokat elviszi. Ezt le tudjuk permetezni a falakat, vagy bármit, vagy kívülről a raktárhelyiségeket, az is fontos. Akkor a raktárhelyiségek széleit körbe lepermetezni narancsolajjal. Tökéletesen megoldja, apró rovarokat elviszi. És a raktárfertőtlenítésnél meg elfelejtettem mondani, hogy kötképzőgépeket célszerű használni. Nem az egyszerű permetezőgépeket, hanem kötképzőgépet, ami azt jelenti, hogy a kötképzőgépet, hogyha bekapcsolom, beteszem a raktárnak az ajtajába, akkor ő képes 80-100 méter távolságra a ködöt kifújni, és akkor tudom igazítani falra, tetőre, ide-oda, mindenre. Olyan anyagot beletenni még ebbe a kötképzőgépbe, a mellékanyagként, segédanyagként a steriklin mellé, amit használunk, hogy az lebegni tudjon a levegőben. És ha ezt a olajszerű valamit hozzátesszük, akkor gyönyörűen ezek a mikroszemecskék, termett szemecskék fognak lebegni, és ők bejutnak mindenhová, minden résbe. Betakarítás alkalmával, amikor jön az első térés buza, az úgy kezdődik, hogy mérlegeljük a súlyt, és mintát veszünk belőle. Minden egyes tételből mintát szedünk, amit ilyen debazafe zacskókba becsomagolunk, leragasztunk, az, hogy vissza lehessen térni a fajtának a meghatározására, ha szükséges, és a terménynek a minőségének a meghatározására, ha szükséges. Ez minden egyes termelő esetében megtörténik, és a sajátunk esetében is. Nagyon-nagyon fontos, mert nem csak a mi terményünket tároljuk, hanem más biogazdáktól is vásárolunk, és mi felelünk ezért a mennyiségű takarmányért, vagy élelmiszer alapanyagért. Amikor leöntjük az első térés buzát egy üres helységbe, egy üres raktárhelységbe, akkor tudjuk, hogy aratás alkalmával meleg van. Tehát aznap már nem tudunk vele dolgozni, csak másnap fogunk vele foglalkozni, folytatni a műveletet. A másnap folyamán betesszük tisztítóra, tisztítón átengedjük, hideg levegővel kifújjuk belőle a piszkot, és aztán akkor így kerül a következő raktározási helyre. Mindegyik termelőnktől és a saját különféle buzafajtáinkat is külön raktározzuk. Természetesen egy raktárban el tudjuk őket rakni, de elkülönítve, tételenként. Nagyon-nagyon fontos, hogy ne keveredjenek össze, mert az egyik búzafajta más minőségű, mint a másik búzafajta. Ezeket megjelöljük lotszámokkal, és aztán akkor így evidáljuk. Az evidenciónak a betartása is fontos,
és amikor dolgozunk a 01-es plottal, akkor csak azzal dolgozhatunk, és ha ezzel befejeztük ez műveletet, valamelyik műveletet, a tisztítás például, akkor utána rátérünk a 05-ösre, akkor ki kell tisztítani a tisztító berendezést, a szárító berendezést, mindent, mindenféle gépet, amelyikkel foglalkozunk. Tárolás folyamán az, hogy ne keveredjenek esetleg, a betegség ne kerüljön át egyik fajtáról a másikra. Nagyon sok gond a utóbbi időben az, hogy donok, toxinok vannak a buzákban, és ez miatt nekünk ezeket a műveleteket mindenképpen be kell tartani. Ez hál' Istennek sikerül is megoldani, így nem keveredik egyik fajta buza másikkal. Amikor jön a kukorica, vagy jön a napraforgó, akkor már nehezebb dolgunk van, mert ezeket részben kell szárítani is. A napraforgó esetében, mikor szállítunk be, akkor mindenképpen minden egyes partnerunkkal megváratjuk azt a szintet, hogy beérjen a napraforgó megfelelő érettségi stádiumba, 8% nedvesség alatt legyen, és így nem kell szárítanunk. Ha szárítanunk kellene a napraforgót, akkor nagyon-nagyon nagy oda kell figyelni, nehogy begyulladjon, nagyon gyúlékony. Mivel, hogy nem kell szárítanunk a napraforgót, leöntjük, általában az udvaron leöntjük, és a következő nap folyamán akkor átengedjük tisztítón. És úgy, ahogy mondtam, a napraforgót itt Szlovákiában dolgozzuk fel, itt hál' Istennek nem kell sokáig raktároznunk, itt tudjuk azonnal szállítani. Ha esetleg olyan mennyiségünk megmarad, ha csinálunk LO napraforgót is, a hagyományos napraforgót, A-típusú napraforgót, akkor azt le kell tisztítanunk, és olyan módszerrel, mint a búzát mondtam, raktározni tovább. Kukorica esetében jön az a verzió, hogy muszáj szárítani, mert általában 14% alá nem tud beérni a kukorica ősz folyamán. Hogyha jön esetleg 22-es, 23-as vagy 18-as nedvességtartalommal kukorica, akkor ezeket is külön kell leöntenünk, ne keveredjen, mert akkor a szárításnál nem tudjuk megoldani a egyöntetű szárítást. Egy 18-as nedvességtartalmú kukoricát elég 3 óra hosszáig szárítani. Környezetbarát módszerrel szárítunk, úgyhogy csak 50-55 fokig, hogy megmaradjon a csíra képessége. Ne égessük nagyon a kukoricát, ne tegyük tönkre. Ha lángszárítóval szárítanánk 90-100 fokon, gyakorlatilag akkor megégne, akkor annak a kukoricának már nincs olyan tápértéke. Szintén oda kell figyelni, hogy 23-as, 24-es nedvességtartalomnál tovább tart a szárítási idő, de ott sem megyünk ennél a 55-60 foknál magasabb szintre, hanem ezen a szinten szárítjuk, inkább több óráig tartson, hogy itt is meg tudjuk tartani megfelelő minőséget. Nagyon fontosnak tartom a beltartalmi értékeknek a megőrzését, amit az a kukorica tud, vegyszermentesen előállítottuk a kukoricát, amit az tud, azt őrizzük meg, ne tegyük tönkre fölöslegesen. A következő lépés a kukoricánál, aztán, amikor megszárad, le kell hűteni. Mert melegen, hogyha kiéreztenénk, akkor megsavanyodna a kukorica a raktárban. Lehűtjük megfelelő fokra, és akkor utána betározzuk a kukoricát. A következő lépcsőfok pedig az, hogy meg tudjuk őrizni a tisztaságát a terményünknek. Ez nem egyszerű dolog. Az optimális az, hogyha minden két hónapban át tudnánk dolgozni, pontosabban át tudnánk forgatni, másik helyre tudnánk tenni a búzát, árpát, kukoricát, napraforgót. Napraforgó esetében mondtam, hogy ezt gyorsan el tudjuk adni, de kukoricával, búzával több gondunk akad. A kukoricát nem olyan gyorsan támadják a raktárkártevők, mint a búzát, de a búza esetében egy csapadékos időjárás esetében nagyon gyorsan jöhetnek a kártevők, élő kártevők, és ha piacképessé akarom tenni az árut, akkor élő és holt kártevő nem lehet benne. Gyakorlatilag úgy nem küldhetem el az árut, nem fogják tőlem megvásárolni. Ennek olyan folyamata van, hogy ezt folyamatosan figyeljük, természetesen, és ha valamit észreveszünk, akkor azt a gócpontot el kell távolítani. Olyan formában szoktuk ezt megoldani, hogy szárítóra tesszük a búzát, hogyha vannak benne raktárkártevők, bármilyenféle rovarok. 60-70 fokon ott már nem a szárítási minőséget célozzuk meg, hanem tudjuk likvidálni a élő kártevőket, azoknak pedig szükséges a 70 fok, hogy meghalljanak. Ebben az esetben
a 12-es, 13-as nedvességtartalmú búzánk veszíteni fog a súlyából is. Úgyhogy itt a nedvességtartalom visszaesik 8-9%-ra, ami nekünk nem igazából jó, de más megoldást nem tudtam kitalálni, pillanatnyilag csak ezt a megégetést. És gyakorlatilag, amikor ez a folyamat működik, akkor vele együtt működik a tisztító is, és gyönyörűen a tisztító letisztítja, úgyhogy tiszta, steril lesz a buzánk. Van még egy másik megoldás is, lehet vásárolni kb. Egy olyan 60-70 ezer euróért egy olyan készüléket, amelyben meg tudjuk fagyasztani a rovarokat. Gyakorlatilag nagyobb költsége van, üzemelési költsége annak a szerkentyűnek, mint a mi esetünkben a szárító berendezésnek, de mivel hogy szárító berendezésünk van, ez miatt ezt a másikat egyelőre nem vásároltuk meg. De nagyon jól működik az a rendszer is, meggyőződtem róla, hogy ezzel a fagyasztási módszerrel átviszik ezen a gépen a buzát, a megfertőzött buzát, pontosabban a rovarkártevőktől megfertőzött buzát, és megfagynak a bogarak benne, így nem veszíti a búza a súlyát, úgyhogy gazdaságosabb ebből a szempontból. Azon kívül mi kipróbáltunk más lehetőségeket is. Olyan módszert is használtunk, hogy diatomit port kevertünk be a búzába, ami azt jelenti, hogy nagyon pontosan kell dolgoznunk. Olyan formában dolgozunk, hogy a rakodógéppel egy 500 kg mennyiséget fölemelünk a kupacból, és átteszünk egy 3 méterre, 4 méterre odébb, úgyhogy folyamatosan pakoljuk át egyik helyről a másik helyre ezt a kupacot, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az egész odébb kerül egy 3-5 méterrel, hogyha kezdjük, hogy faltól tovább tesszük. És amikor fölvettük ebben a rakodógépnek a kanalába ezt a 500 kilós mennyiséget, akkor két lapáttal, ahogy csurgatja ki a rakodógépnek a kanalából lassan a rakodómunkás, és akkor két lapát diatomitot hozzádobunk. Tonnánként egy 3 kg diatomit porral összedolgozzuk ezt az egészet, és ez egy annyira érdekes művelet, hogy 3-4 napon belül meghalnak a rovarok. Annyira finom ez a por, és annyira éles ez a por, hogy a légzőnyílásaikat összemetéli a rovaroknak, és ők meghalnak, nem tudnak lélegezni, összevagdossuk őket. Nagyon jól működik, úgy fog kinézni utána a buzánk, mint hogy a liszttel együtt összekevertük volna, de ezt gyönyörűen le lehet tisztítani, és a rovarok kiesnek. Használunk még a raktárakban a gabonának a tisztán tartására, a raktárkártevők megelőzése céljából úgynevezett gabona inas készüléket. Ez egy olyan dolog, hogy van egy kis motor, villanymotor, és egy hosszú csigával van ellátva. Az a lényeg, hogy a raktárban ne csak úgy legyen, hogy ilyen egyik oldalról 50 centi, 60 centi, 80 centi, 3 méter legyen. Az a lényeg neki, hogy megfelelő sík alapban legyen elhelyezve a gabona. Az azt jelenti, hogy 3 méter vastagságban, vagy 4 méter vastagságban, mert akkor megfelelő szinten be tudjuk állítani ezt a szerkentyűt, és akkor ő ebbe mászkál, ide, oda, amoda, ezzel a csigaszerűséggel át tudja tisztítani, tudja tisztán tartani, levegőztetni tudja a betárolt mennyiséget. Nagyon jól működik, úgyhogy javaslom mindenkinek, pár 10 000 forintért meg lehet vásárolni, tényleg célszerű.